Tűzoltóság. Megújult a tűzoltóság konyhai részlege, a felújítási munkálatokat a rácalmási gumigyár támogatásával több mint 500 000 forintból valósították meg. Repülőnap. Negyedik alkalommal rendezik meg a repülőnapot a Baracs-Kisapostagi repülőtéren szombaton délelőtt 10 órától. Új játszótér. Önkormányzati segítséggel épült meg az a játszótér, amelyet kedden adtak át az újtelepi városrészben. Köszöntöm nézőinket, Önök a Dunaújváros TV híradóját látják. Megújult a tűzoltóság konyhai részlege, a felújítási munkálatokat a rácalmási gumigyár támogatásával több mint 500 000 forintból valósították meg. A dolgozói önkéntes program részeként a lánglovagok és a gyár dolgozóinak közös munkájával valósították meg. Ugye ez majd egy konyhaszigetként funkcionál, hogy itt lehet akkor főzni. A rácalmási gumigyár dolgozói önkéntes programjának egyik sikeresen megvalósult eredményét mutatja Orosz Csaba városunk tűzoltó parancsnoka. A projekt részeként a gyár dolgozói pályázatot nyújthattak be különböző épületek helyszínek felújítására. Ennek egy állomása a tűzoltóság konyhájának megszépítése. Ennek a keretén belül valósult meg most a tűzoltóságnak a konyha részlegének a felújítása. Ugye itt elég komoly munkáról volt szó, falbontástól elkezdve új konyhabútor, gondolom ezt Orosz Csaba jobban el fogja tudni mondani, hogy pontosan mik történtek. A lényeg az az, hogy több mint 500 000 forintos támogatást nyújtott erre a Hankok, illetve Hankok dolgozók is segítették a munkát önkéntesen. Ennek a gyümölcse most az, hogy ilyen szép konyhájuk lett a tűzoltóknak, aminek természetesen nagyon örülünk. A másfél hónapos munka eredménye a felújított padló és a fal burkolata. Emellett egy étkezőasztal és az új konyha bútoranyag költségét is a Hankok biztosította számukra. A felújítást maguk a tűzoltók végezték, az ő munkájukat a rácalmási gyár önkéntesei segítették. Egy kis raktárhelyiség volt annak idején, nem használtuk semmire, és mivel a méretében kicsi volt a konyhánk, egyszerre 13-14 vonulós tűzoltó van szolgálatban, ezen kívül hogy a 8 órás műszakba járók is szeretnének esetleg étkezni. Ez miatt kicsi volt ez a konyha, gondoltuk, hogy megnagyobbítjuk, és akkor tudtuk meg, hogy a Hankoknak újra van egy ilyen pályázata, van egy lehetőség, hogy mi ebben részt vegyünk, úgyhogy ebből újítottuk fel ezt a konyha részt. A konyha átalakításával nem értek véget a tűzoltóság felújítási munkálatai, ugyanis a közösségi összefogás a szebbért pályázat részeként csak nem 2 000 000 forintos támogatásból az épület egyéb részei is megújulnak. A köztársasági elnöki hivatal honlapján megtalálható információk szerint Áder János köztársasági elnök 2016. október 2-ára vasárnapra tűzte ki a népszavazást a nem magyar állampolgárok kötelező Magyarországra telepítésével kapcsolatban. Orbán Viktor miniszterelnök még február 24-én jelentette be kezdeményezését népszavazásra a betelepítési kvótára vonatkozóan. Ezt követően az országgyűlés május 10-én rendelte el a népszavazás megtartását. A köztársasági elnök a népszavazásra, az alkotmányra, illetve a választási törvényre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően tűzte ki az országos népszavazás időpontját október 1. vasárnapjára. Negyedik alkalommal rendezik meg a repülőnapot a Baracs-Kisapostagi repülőtéren szombaton délelőtt 10 órától. Az esemény programjáról és a repülőtérrel kapcsolatos tervekről tartott sajtótájékoztatót Horváth Zsolt, Dunaföldvár polgármestere és Várai Róbert, Baracs polgármestere. Ez az apropója, hogy negyedszer rendezzük már meg közös erővel a Baracs-Kisapostag repülőnapot. Szombat délelőtt 10 órától színes programok várják a kilátogatókat a Baracs-Kisapostagi repülőtéren. Negyedik alkalommal rendezik meg a repülőnapot Dunaújváros tőszomszédságában, amelyre minden korosztályt várnak térségünkből. Mint azt Várai Róbert Baracs polgármestere elmondta, nem csak a légi, de a földi rendezvények is széles közönség számára érdekesek lehetnek.
Lesz rendőrségi bemutató, lesz a honvédség és társadalom baráti körének bemutatója, ami azért lesz érdekes, mert a NATO-ban szolgálatot teljesítő grippeneknek a bemutatása történik. Hát jó lehet, hogy fényképről és szakképzett vezető előadásában. De azért mégiscsak az is érdekes lehet, hogy 4 hónapig védtük ugye a balti légteret. Szerintem sok mindenkinek ez fontos lehet. Azon túl a tűzoltó megjelenik a Baracsi is és a Dunaföldvári tűzoltóság, a katasztrófavédelem Dunai városból fog jönni. Horváth Zsolt Dunaföldvár polgármestere pilóta múltra tekint vissza, és mint elmondta, a repülés olyan dolog, amelyet mindenkinek ki kell próbálnia. Mindenkinek ajánlom, hogy repüljön, üljön fel egy kis, ha ez egy sárkány repülőgép, ha ez egy kis ultralight, vagy egy komolyabb repülőgép, vagy akár utasszállítóval el tud menni, azt élvezze, minden percét élvezze ki egy repülésnek. Én 16 évet repültem, olyan élmény volt az a 16 év, ugye jó katonai repülés, tehát szuperszonikus típusokon repültem én, de ezt nem lehet megadni senkinek, tehát ezt tényleg érezni kell minden tekintet, minden porcikájába az embernek. A repülőnapot szombaton a Baracs kisapostagi repülőtéren rendezik, a programok délelőtt 10 órától kezdődnek. Játszótér új telepen. Önkormányzati segítséggel valósult meg az a játszótér, amelyet kedden adtak át. A létesítményt az újtelepi városrészben, a Népfőiskola udvarán, a Jókai utcában alakították ki. Többek közt hinta is található az újtelepi játszótéren, amelyet kedden adtak át a lakók számára, a gyermekek és a szülők legnagyobb örömére. Sok szép játék van, meg itt lehet futkározni, meg hintezni. Eddig csak bent tudtam ülni a gépnél, és most örülök annak, hogy lett egy játszótér, ahol tudok játszani. Bár az én fiam már 20 éves, és ő már nem tud ide játszani, de én át tudom érezni annak a hiányát, amikor itt nem volt játszótér, hogy milyen nehezen oldottuk meg, hogy hova menjen a gyerek játszani, mikor már egyedül is el tudott volna menni játszani, és azt hiszem ez egy biztonságos játszótér, mert a kaput be lehet csukni, autók nem nagyon közlekednek ezen a részen, tehát itt a gyerekek biztonságban vannak. Egy nagy képviselő álmom vált valóra, mint képviselő indítványként kezdeményeztem a játszótérnek a megépítését. Tóth Kálmán, a körzet képviselője kiemelte, a játszótér megépülésével régi vágya vált valóra, nem csak neki, hanem a lakóknak is. Én azt gondolom, hogy az egész önkormányzat sikere ez, hogy itt épült egy játszótér, mert 15 igen szavazattal lett megszavazva ez az önkormányzati döntés, és köszönve annak a DVG ZRT-nek, hogy ez határidőre elkészült, ugye június 30-a volt a határidő, és elkészült időre, megfelelő kivitelje természetesen készen. A játszótér átadó ünnepségén az önkormányzat részéről jelen volt Hinyi László. A képviselő elmondta, a létesítmény egyfajta közösségi térként is szolgálhat az újtelepi lakóknak. Nagy kérése volt az újtelepi lakosoknak, hogy elég zártan élnek, hazamennek a munkából az emberek, nem tudnak találkozni egymással, nem tudnak beszélgetni. Mivel lehet összehozni az embereket egymással a gyerekekkel? És ezért kérték, hogy minél előbb, hogyha lehetséges az önkormányzat támogatásával egy játszóteret alkossuk meg valahol a környéken. Erre a legideálisabb hely a Jókai utcai Népfőiskolának az udvarán adott hely, ahol egy nagyon szép tágas játszóteret lehetett kialakítani. Hozzátette, a városban további fejlesztések várhatóak, az önkormányzat ugyanis több játszótér létrehozását, illetve felújítását is támogatja. András István bekerült a Magyar Rektori Konferencia elnökségébe. A szervezet június végén tisztújító ülést tartott, amelyen városunk egyetemének első embere bekerült az elnökségbe. A rendezvényen többek között megválasztották a Magyar Rektori Konferencia elnökét és társelnökét, illetve megalakult az MRK egyházi és állami tagozata is. Ez utóbbi elnökének András Istvánt választották meg a vezetőség tagjai. A Bartók Kamaraszínház 2016-2017-es őszi bérlete 4 új előadással várja a kultúra kedvelőket. A repertoárban színmű, vígjáték, romantikus játék, valamint zenés összeállítás is szerepel. Városunk társulata mellett vendégelőadások és vendégszínészek is színesítik az előadásokat.
Ezek a felvételek a Bartók Kamara Színház előadásán a literatúrán készültek. Többek között ez a darab is műsoron marad az intézmény idei őszi előadás sorozatában. A 2016-2017-es színházi évadban azonban új előadásokkal várják a színház kedvelőket. Így többek között Mikszáth Kálmán Különös házasság című színművét októberben mutatják be. Elsőként a Komáromi Jókai Színház, akik először játszanak majd a Bartók Kamara Színházban, vendégjátékában láthatják a kedves nézők Mikszáth Kálmán, Závada Pál által adaptált vagy színpadra alkalmazott Különös házasságot. Ugye Mikszáthnak egy izgalmas és nagyszerű regénye a Különös házasság, és ezt Závada Pál alkalmazta színpadra, és rendezőként pedig Valló Péter jegyzi az előadást, Kossuth Díjas rendező, akit tulajdonképpen visszatérő vendégként köszönhetnek a kedves nézők itt a Bartók Kamara Színházban, Dunaújvárosban. A Bartók Társulat saját előadásának premierjét novemberben tartják. A darabot városunkban korábbi rendezéseiről, illetve színészi játékáról ismert Király Attila rendezésében ismerhetik meg az érdeklődők. Izgalmas és nagyon különleges, sokak számára, sok generáció számára igazi egyedi olvasmányélményt jelentő nagy mű, a Kaméliás Hölgy, szintén egy színpadi adaptáció, Kis Csaba, kortárs író, regényíró, drámaíró, aki színpadra alkalmazta Alexandre Dumas regényét, a Kaméliás Hölgyet, és ez a Bartók Kamara Színháznak a saját produkciója, saját bemutatója a társulatnak, vendégművészekkel kiegészülve, Vándor Éva tér vissza a színházba, aki szintén visszajáró, hazajáró vendég. Az őszi bérlet még további két előadást tartalmaz, így Sipos Imre rendezésében a Teli Talál című vígjáték, valamint Szent Tavaly összeállításában a Szőke Ciklon című zenés akció vígjáték szórakoztatja a kultúra kedvelőket. Mindenki számára nyitott vízi tábort szervez egyhetes turnusokban a Dunaferesek kajakkenu szakosztálya. A tábor célja, hogy azok a gyermekek is megismerkedjenek a sportággal, akik nem igazolt versenyzők. A jelentkezni kívánóknak csupán úszástudás szükséges. Az igazolt versenyzők mellett újoncok is kipróbálhatják a kajakkenu sportot a Dunaferesek kajakkenu szakosztályának vízitáborában. Az 1-1 hetes turnusokban rendezett táborok célja, hogy a gyermekek megismerkedhessenek a sporttal, a csónakház életével, amiben természetesen nem csak az evezések és a szárazföldi edzések tartoznak bele. Először lejövünk ide és evezünk, utána meg van egy kis csendes pihenő, és akkor bemegyünk az egyik szobába, és ott beszélgetünk, meg filmet is szoktunk nézni, és utána megint ide kijövünk, és megint elmegyünk evezni, és utána megjönnek értünk. Bár az evezésé a főszerep a táborban, a csónakház mellett jut idő más helyszíneken szervezett programokra is. Voltunk a héten kétszer úszodában is, moziban is voltunk, de az idő nagy részét azt itt töltjük a vízitelepen. Hozzátette, 7-8 éves kortól várják a gyermekeket, az alapfeltétel pedig a jelentkezéshez az úszástudás. Hangsúlyozta, a gyermekek biztonsága mellett a legfontosabb, hogy jól érezzék magukat a vízitáborban. Igyekszünk úgy alakítani, hogy legyenek kötetlen programok is. Amikor kint vagyunk a vízen, akkor azért fontos betartani a szabályokat, tehát itt nem lehet össze-vissza menni, de jól szokták magukat érezni a vízen is. A Dunaferesek kajakkenu szakosztályának vízitáborába az Egyesület sporttelepén a csónakházban lehet jelentkezni. A táborokat egyhetes turnusokban szervezik, a jelentkezés feltétele az úszástudás. Csütörtökön főként a délelőtti órákban lehet némi felhőzet, de csapadék nem fordul elő. Délután napos, tiszta idő lesz. Felfrissül a levegő, reggel 10-15, délután 22-27 fok között várható a hőmérséklet. Következnek főbb híreink még egyszer, röviden. Tűzoltóság. Megújult a tűzoltóság konyhai részlege, a felújítási munkálatokat a rácsalmási gumigyár támogatásával több mint 500 000 forintból valósították meg. Repülőnap. Negyedik alkalommal rendezik meg a repülőnapot a Baracs-Kisapostagi repülőtéren szombaton délelőtt 10 órától.
új játszótér önkormányzati segítséggel épült meg az a játszótér, amelyet kedden adtak át az új telepi városrészben. Anyagainkat a www.dstv.hu oldalon újra megtekinthetik. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra! Készült a Médiatanács támogatásával.